Molnár Áron vagyok, színész, aktivista, és az a két szó egymás mellett csodálatosan elfér. És feltett szándékom az, hogy itt a TEDx Liberty Bridge Women színpadán sok-sok kollégám álljon, és amikor apostrofálja magát, akkor ez a két különös fogalom egymás mellett álljon. Művész, színész, zenész, aktivista, jelen helyzetemben én vagyok a Noir mozgalomnak az alapítója. De bocsássatok, meg nem feltétlenül tudom, hogy mindenki vágja, hogy mi az a Noir. Mert hogy belátom, hogy ez a kérdés már rég válaszra vár. A Noir az én vagyok, vagy többen vagyunk benne? Ez egy magatartás, mozgalom, egy projekt, vagy egy eszme? Hogy lehetsz te benne? Hogy lehetsz a Noir tagja? Öreg, hogy kell leírni? Nyugi, a választ ez a srác adja. A Noir kis N, kis O, nagy A és kis R, ha így íródik lesz, szerintem végül is fél siker. Nevem anagrammája, de a Noir nem csak én vagyok, bárki lehet a tagja, kinek szemében tűz ragyog, ki nem fotel forradal már, ki nem otthon testped, mert a virtuális véleményezérek nem öltenek testet. A Noirban nincs jobb és baloldal, de van gondolat. Ha tévedsz vagy kérdezel, itt nem veszítesz pontokat. Ha úgy érzed, a kommenttenger téged is folytogat. Ne feledd, mi a jövőt írjuk, nem pedig csak posztokat. Magatartás, miben vagány kiállni másokért? Mi emberekért küzdünk, és nem szavazatszámokért. Nekünk az országa fontos, ami tiszta szívből szeretünk. Ha baj van, nem futunk el, megoldást keresünk. Hölgyeim és uraim, Farkas Izsák, hegedűmész is. Szavazz, barátom, köszönöm, hogy itt vagy. Jár a taps. Viszont az a helyzet, hogy én nem voltam mindig ilyen aktivista üzemmódban. 4 évesen szerettem volna színész lenni, viszont ez a szűnni nem akaró tenni akarás, ez később jött. Például a családomban egyáltalán nem volt helye párpolitikának, nem beszélgettünk ilyen dolgokról. De mégis akkor hogy lettem színész, és hogy lettem aktivista? Édesapám, ő gyógytornász, édesanyám pedig pszichológus. Épp testben, épp lélek, mens sana in corpore sano. Ebben nőttünk fel a testvéremmel, Molnár Imolával, és ezt az örökséget visszük tovább mind a ketten. És tök érdekes, hogy nekik köszönhetem azt a történetet, amikor általános iskolás voltam, és a technika tanár, képzeljétek el, hogy ilyen brutális nagy kokikat adott a rossz gyerekeknek a fejére, mire én teljesen ijedtem, mentem haza, és mondtam a szüleimnek, hogy hát ez rémisztő, és mit tegyek? És mondták a szüleim, hogy ne engedd. Mondtam, hogy jó, de mit mondjak? Hát mondd, hogy téged nem lehet megütni. Jött a következő technika óra, én összenevettem az egyik osztálytársammal, és mire visszafordultam, már emelte kokira a kezét a tanárnő, mire én fölemeltem az ujjam, és azt mondtam, hogy engem nem lehet megütni. Hátralépett, látszott rajta, hogy egy egész oktatási rendszer zuhan össze a fejében, és nem ütött meg. És ezen a tetten felbuzdulva az osztálytársaim is felemelték az ujjukat, és innentől kezdve a mi osztályunk volt az, akiket nem lehetett megütni. Ez volt az első aktivista akcióm 9 évesen. Valahogy ez a fajta attitűd hiányzott nekem a Víg Színházi éveimben, amikor szembesültünk az abúzussal. Hogy kollektívan nem emeljük föl az ujjunkat, és mondjuk azt, hogy minket nem lehet. Én nagyon sokszor álltam ki magamért, és másokért. De azt éreztem, hogy valami nem változik. És újjal mutogattam, hibáztattam a kollégáimat, de Dire Straitsnek van egy csodálatos sora, ami így szól, hogy ha valakire rámutatsz, 3 ujjad mindig visszamutat rád. Igaz? Próbáljátok ki nyugodtan itt mindannyian a közönségben, mert ez nagyon tiszta és puritán egyszerű gesztus. És rájöttem, hogy én akarom irányítani az életemet. Hogyha valamit eltolok, ha valami nem jön össze, az miattam ne jöjjön össze, és ne tudjak másokat hibáztatni. És hogyha valami sikerül, az azért van, mert brutális energiát fektetek bele. És ezt csak úgy tudtam elérni, ha felmondok és szabadúszó leszek, és elképesztően felszabadító érzés volt, mert a színész énem nagyon boldog volt szabadúszóként, de valami hiányzott. Én vajdasági gyerek vagyok, és 2017-ben, mikor a karácsony alkalmával a rokonoktól jöttünk vissza Magyarországra, megálltunk a tranzitzóna mellett, mert ilyen elképesztő kocsisorok szoktak ilyenkor kígyózni, és oldalra néztem, és ott volt ez a félelmetes konténer. És emlékszem, hogy Beiglitől jól lakottan néztem ezeket a helyeken végig, és azt éreztem, hogy fogalmam sincs, hogy miben vannak azok az emberek ott. Hogy ott családok élnek, hogy ott gyerekek születnek, és van olyan fiatal, aki életében nem evett még beiglitot. És valamiféle érthetetlen párpolitikai érdek miatt migránsnak bélyegezték őket. De mi az, hogy migránsnak bélyegezték? Mióta lett egy objektív szóból pejoratív, negatív szó? Ez ömlött a tévéből, a rádióból, a plakátokról, és mérhetetlen dühös lettem. Feszült, tehetetlen, de eszembe jutott, hogy ezek azok az érzések,
amelyekkel színészként is dolgozom sokszor a színpadon. Ezért ugyanezzel a vehemenciával mentem haza, csaptam fel az értelmező kéziszótárat, és megnéztem, hogy mi a migráns, a bevándorló és a menekült. Csak pár szó, ami a napjainkba bekerült. És a lustaságnak hála a migráns pejoratív formája egy ország gondolkodását amorfá formálta. De nézd a különbséget! A fogalmakat kifejtem, mert megy a gyűlölködés, csak azt nem érted, ki kellem. Figyelj, a migráns az, ki elhagyja az országát. Egy magyar is az Londonban, ki kergeti az álmát. Zsigmond Vilmos filmjeit te szeretted, de mert ő is migráns volt, akár csak Teller Ede. A Lasztit Puskás mintájára tereled, de mert ő az ország leghíresebb migráns embere. Ne, de, tehát a migráns, nem az ellenség. Hálás lennék, ha az élt a szóból elvennénk. A migráns lehet menekült vagy bevándorló. A mai napra elég csak ezt bevágnod. Jó, most hogy a lepel a migránsról lekerült? Lépjünk egy szintet, nézzük, mit jelent a menekült. A menekült nem önszántából hagyta el a hazáját, hanem egy kószagolyó volt, ami megölte a babáját. De heti kétszer azért futsz, hogy ne légy dagadt. Ő inna szakadt tából, a túlélésért szaladt, még te a jachtodon szelfizel. A naplementében ő a gyerekével osztozik, egy mentő mellényen, ezért agyunk táblájára nagybetűvel írjuk. Őket nem migránsnak, menekülteknek hívjuk. Ébresztő XYZ generáció, remélem a tudás számodra reveláció. Legyen megint releváns az edukáció, kezdődjön el közöttünk a kommunikációs bim. Eszembe jutott, hogy mi hiányzott. Én színészként 100, 200, 300 évvel ezelőtt leírt mondatokat próbálok megfogalmazni jelen időben, és egy szerep szövetén keresztül kommunikálok a problémáimról. De nem, én egyben akartam ezekről az ügyekről beszélni, amik engem zavarnak, amik frusztrálnak. Ezért megírtam a számot, felhívtam egy zeneszerző spanomat, hogy valami bitang jó zenei alapot rakjon össze, és spanomnak, amikor megmutattam a számnak a szövegét, mondta, hogy hát figyelj, használjátok a kecómat, mondom, össze lehet grafitizni a falat. Mondta, hogy persze, nyugodtan. Összefújtuk fél nap alatt, felvettük a klipet, és azt éreztem, hogy szabad vagyok, hogy végre valamit teszek aktivistaként, és amikor a barátom belenézett a szemembe, kérdeztem tőle, hogy na, és mondta, hogy tudod, mi volt ez? És hogy lelkesen kérdezem, hogy na mi? Úri hobbi. Soha nem fogom elfelejteni azt a csalódottságot, amit akkor éreztem. Mert a noir az nem egy úri hobbi. A noir az az én misszióm. A noir a kalandom. A noir lett az én ügyem. A noir eleinte csak egy zenei formáció volt, bármit is jelent az, hogy zenei formáció. Ki akartam ventilálni a fájdalmamat. De aztán utána lett egy képlet, amit használunk, amikor az érintettekkel és a szakértőkkel beszélünk. Megkérdezzük tőlük, hogy mi a probléma az adott témában, mi a megoldás, és mik az idegen szavak. Mert hogy a szókincs bővítése az érveléshez alap. Így vizsgáljuk az ügyeinket, és így visszük tovább a noárt, ami most már lassan 3 éves, és egy mozgalom már növi ki magát, ami a legfontosabb, hogy legyen mindenkinek egy ügye. Régen az ostoba embereket hívták együgyű embereknek. De ma, ha körbenézünk a környezetünkben, sokszor találkozunk azzal, hogy egyetlen egy ügyünk sincs, ügyetlenekké váltunk. Hogy lesz egy ügy az ügyed? Választasz egy ügyet magadnak, tájékozódsz, és cselekszel. Hogy választasz? Mi az, ami megkondítja a lélekharangodat? Hogyan tájékozódsz? Hiteles forrásokból, ki mondta, miért mondta, kinek mondta, hol mondta, miért mondta, megvizsgálod a forrásokat, és szakértőkkel és érintettekkel kommunikálsz. És hogy miért cselekszel? Mert az élet annyira nagyon rövid. És tényleg csak rajtunk múlik, hogy mit fogunk mesélni a gyerekeinknek, az unokáinknak és a barátainknak. Mert az élmény az a gazdagság, akit soha senki nem fog elvenni tőlünk. Ilyen például az, amikor Szabó Győző barátommal a Hős utcába jártunk 5 héten keresztül, több mint 2500 adag ételt vittünk. És találkoztunk ott a fiatalokkal. És a legutolsó nap, gyereknap alkalmából vittük a palacsintát, és a két háztömb között egy belső udvarban ki volt feszítve egy nagy molinó, amire rá volt írva az, hogy köszönjük szépen, és alatta álltak a Hős utca lakói, a gyerekek, a családok, bömbölt egy hangszóróból az Ébresztő című szám, és mondták, hogy Ébresztő XYZ generáció. Aztán néptáncoltunk, és mi a Győzővel zokogtunk, mint a gyerekek. És aztán, amikor a tanulni akarunk kapcsán, kapunk egy fotót, a
egy iskolának a budiából, amikor rá van írva a falra, hogy fontos a mással hangzók összeolvadása, de fontosabb egy szabad ország szabad oktatása. Vagy amikor ugyanezt a sort látjuk egy nyelvtan füzetbe leírva, és elküldik a fiatalok a fotót erről, vagy amikor egy sztrájkon összefutok egy 10 éves ráccal, aki elkezdi nekem kívülről akapella tolni a levegő című szám szövegét, vagy elmegyek egy iskola mellett, és óriás transzparensben látom náluk az ablaknál azt, hogy az van kiírva, hogy mi vagyunk a változás hangja, a ritmust a föld szíve adja. Vészhelyzet van, érzitek? Tesztek is, vagy csak nézitek? Igen, ilyenkor azt érzem, hogy ezért csináljuk. Ezért legyen egy ügyetek. Mert ha csöndben maradunk, és nem teszünk semmit, akkor a kussolásunkkal legitimizáljuk a félelemre, a gyűlöletre, és a vak hűségre épülő rendszereket. És mi ezt nem engedhetjük. Mert amikor majd bele kell néznünk a gyerekünk szemébe, akkor tényleg rajtunk múlik, hogy mit tettünk ezért az országért. És ez a missziónk, hogy a művészet, a párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást érjünk el. Pártpolitika felett állva küzdünk azért, hogy az emberek egy gondolkodó és cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek. És ezt csak veletek együtt fogjuk elérni. És arra a kérdés, hogy félünk-e? Persze, hogy félünk. Mert a jövő is érdekel minket, és nem csak a mának élünk. Persze a félelmek sokszor erősebbek, mint az érvek, de a jövő rajtunk múlik. Ezt az egyet értsd meg, kérlek. Rajtunk múlik, hogy ki mit él meg. Kit érdekel, hogy ki ítél meg. Nem látják, kik ítélnek azokat, akik itt élnek. Térnek, hangnak, szónak, szívnek. Van-e helye más bőrszínnek? A szót ne csak mondd, töltsd is meg. Most mire gondolsz? Azt őrizd meg. A gondolat az a sajátod. Hát rajtad áll, hogy mire használod. Ha sikerül magadért kiállnod, nézd, változó, változik világod. Naív vagyok, mert fegyverem a szó, az naivitás, ha nem vagyok eladó. Naív volt Buddha, naív volt Gandhi, Jézus, Szofoklész, Adi Karinti. Naív a világ, mert változni szeretne, nőjünk föl félve, vagy inkább szeretve. Szökjön szaporán szikra a szemekbe, gondolat fejekbe, az üres helyekre. Lehetne, mehetne, lehetne, mehetne, köszizsák fejezbe. Köszizsák fejezbe. Hát én tök hülye vagyok. Zsákot nem lehet megállítani. Ahogy a művészetet sem. Mert a művészet szabad. És senki nem veheti el tőlük. És a félelem csak akkor fog győzni, hogyha a hallgatásunkkal legitimizáljuk. És erről szól a Noárnak a szimbóluma is. Így egyedül vagyunk, mint a kis ujjam. De ha jön a gyűrűs, így már ketten vagyunk. És a változás csak akkor jön el, ha teszünk, hiszünk és összefogunk. Ezért vagyok elképesztően hálás a Noárnak a stábjának, azoknak a szakembereknek, aki miatt ide jutottunk, de mivel ez a TEDx Liberty Bridge Woman, a leghálásabb a feleségemnek vagyok, Duda Évának, aki nélkül biztos, hogy nem állhatnék itt. Köszönöm szépen, szerelmem. Ezek azok a szakemberek, ezek azok a csodálatos állampolgárok, akik pontosan tudják, hogy a pessimista embereknek gyakran van igaza, de a változást biztos, hogy csak az optimista hozhatja. És ez egyetlen pici gesztussal indul. Azzal, hogy választasz magadnak egy ügyet. Szóval mit szóltok? Megyünk együtt? Össze együtt most a gyűlölködés ellen. Kell a bátorság, a tudás, a tettek és a jellem. Isszom most a szív, a lélek, szikrázzon a szellem, szabad tiszta hangunk, egy országon át zengjen. Össze együtt most a gyűlölködés ellen. Kell a bátorság, a tudás, a tettek és a jellem. Isszom most a szív,
lélek. Szabad tiszta hangunk. Egy országon át zengjen. Fogjunk össze együtt most a gyűlölködés ellen.